Mi ugye mindig a nyugat védbástájának hittük magunkat. Mongol hun testvéreinkkel szemben, török testvéreinkkel szemben, a nem testvéri bolsevizmussal szemben. Ezen közben a nyugat a fejünk fölött kihegyezett velük, a mi kontónkra. A tatárjáráskor a német-osztrák csapatok a tatárok helyett minket szorítottak ki a megmaradt nyugat-dunántúli magyar vármegyékből. A török hódoltság idején a franciák és az olaszok, majd a Habsburgok összejátszottak az oszmánokkal, évszázadokra csatatérré változtatva Európa virágzó nagyhatalmát Magyarországot. Nándorfehérvárnál keresztény német és olasz tüzérek kezelték a török ostromágyukat. Szabácsnál Mátyás király fölháborodott, amiért a keresztény Olaszország által gyártott modern nyilvesszőket talált a megszállt török várban. A kereszténység keleti fellegvárának, Bizáncnak az elfoglalásakor olasz flotta vitte át Ázsiából Európába a muzulmán törököt, ahogyan mindig is genovai, velencei, kalmár hajók hozták ellenünk a törököt a Bosporuson át. És a romboló reneszánsztól megszédült, zseniális Leonardo passzióból még hidat is tervezett a töröknek a Boszporuszra. Mint egy kedves nézőm írja, a Mohácsi csatában a török had tízezer új technológiával készült kovácsoltvas puskát vetett be a magyar sereg ellen. A tízezer puska korának legmodernebb gyártmánya velencei keresztény gyártmányú volt. Velencei kalmárok közvetítésével kapták a muzulmánok tömeges kipróbálásra. A Moácsi tömegsírok föltárásakor terült ki, hogy a szerencsétlen magyar hősök java része éppen a velencei, nyugat-európai puskáktól szenvedett halálos sebeket. Nem kardoktól, nem lándzsáktól. A nyugat-európai technológia kipróbálása tehát kiváló eredménnyel járt. Ahogyan a Mohácsi csatában a török tüzérség 200 ágyúját is keresztény francia tüzértisztek vezényelték akiket a legkeresztényi francia király, a muzulmán török szultán szövetségese küldött a kereszténység védbástája a magyarok ellen, az iszlám szolgálatába. Akkor miről beszélünk, kedves nézőim? Milyen euróatlanti integrációról, szövetségről, európaiságról? Magyarország kivéreztetése nyugat-európa műve. Trianon nyugat-európa és az USA műve. Mi ellenük egy percet sem harcoltunk, egyik világháborúban sem. Akkor most miért várunk mást? Mitől volna jobb a muzulmánok útját egyengető és hazánk szétverésében közreműködő, magát a legkeresztényibbnek hirdető francia királynál, ha nemzetközi valuta alap francia elnöke? És miért volna jobb clemenceau és Churchillnél és Rooseveltnél a mai európai gittegylet? A valódi hatalom a pénzügyi háttérerő szolgálja az Európai Unió akik összefogtak a török szultánnal, akik összefogtak a bolsevik tömeggyilkos Stalinnal, ugyan miért ne lennének képesek ennél külön dolgokra is a mi